Január 27-én hajnalban Kárpátalja nagy részén jeges utak vártak a közlekedőkre. Főként a Munkácsi-Ungvári-Volóci, Nagyszőlősi és Beregszászi járásban hullott ónos eső. Ezért ne csak gépkocsival, de kerékpárral vagy gyalogosan is fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ jelentése szerint január 30-áig éjjelente és a kora reggeli órákban ónos eső várható megyénk teljes területén, legfőképp a magasban fekvő helyeken. Nappal esőre, néhol havas esőre lehet számítani. Eddig több mint 80-an haltak már meg az ukrajnai influenza járványban. Összesen 2,6 millió ember kapta el a betegséget a 2015. október 1-e és 2016. január 18-a között felvett adatok szerint. A megbetegedések száma az ország 18 megyéjében túllépte a járványügyi küszöböt, közülük 11 megyében 50%-kal, mondta Olekszandr Kvitasvili, ukrán egészségügyi miniszter. Kárpátalján egyelőre nincs influenza járvány. A H1N1 influenza járvány következtében meghalt emberek mind az úgynevezett rizikócsoportokból, vagyis a gyerekek, terhesnők, cukorbetegek, asztmások, idős emberek, egészségügyi dolgozók és a szolgáltatásiparban dolgozók közül kerültek ki, közölte az MTI. Csaknem 900 szerencsés néző gyönyörködhetett az elmúlt szombaton Mága Zoltán hegedű játékában Ungváron. A KMKS Magyarország külképviseletével karöltve rendezett koncertet a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére január 23-án a megyeszékhelyen. A hangversenynek a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei Drámai Színház adott helyet, ahol teltház várta az est főszereplőjét. Mága Zoltán Prima Primissima díjas hegedűművész jótékonysági koncerttel ajándékozta meg a nézőket, valamint 500 000 forinttal támogatta Rád települést. Az előadáson befolyt több mint 26 000 hrivnyát, a Mága Zoltán fellépését kezdeményező Tesseli Zoltán országgyűlési képviselő javaslatára Csapváros számára ajánlották fel a szervezők. Óriási, csodálatos kulturális zenei élményben volt részünk. Egy Isten áldotta tehetség, egy Isten áldotta pillanatában eldöntötte, hogy eljönne hozzánk és megajándékoz bennünket ezzel a csodálatos élménnyel. Nagy szükségünk van rá, hiszen ebben a zord világban ilyen nehézség közepette, lelkünket megsimogatta, és úgy gondolom, hogy ez a mai este, ez az együttlét összetartozásunkat is megerősítette. Múlt ősszel kezdte meg az ungvári járási településeken a honvéd sírok felkutatását a Honvédelmi Minisztérium támogatásával működő Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. Akkor a csapi temetőben akadtak rá az egykori hősi sírkert nyomaira, ahol az első világégésben elesett honvédek voltak eltemetve. Később ebben a körzetben temették el a II. Világháborús áldozatokat is. A temetőn kívül számos honvéd nyughelyét sikerült fellelni Csapon és Tisza-Salamonban egyaránt. 1944 őszén közel egy hónapon keresztül folytak a harcok a kárpátaljai csap birtoklásáért. A fontos közúti és vasúti csomópont megtartásáért vívott küzdelemben számos magyar honvéd esett el. A front átvonulása után a szovjet katonák holttesteit összegyűjtötték és eltemették. A sírjaik fölötti emlékmű máig ott áll a római katolikus templom mellett. A magyar katonák többségének maradványa a haláluk helyszínén maradt. Az itteni lakosság a lövészárkokban, a bombatölcsérekben és a házak udvarában hantolta el őket. Ezen az udvaron Fehér István őrvezető porhüvelyét rejti a fagyos föld. Az ukrajnai központi magyar katonai temető első sírjainak egyike lesz a tisztes végső nyughelye. A Vigyázók Egyesület azt szeretné, hogy a Csapon elesett magyar katonáknak méltó emléket állítsanak. Erről a helyi vezetéssel jelenleg is folynak a tárgyalások. A város polgármestere Valeri Szamárdak támogatja a kezdeményezést. Csapon jelenleg 69 második világháborús honvéd nyughelye ismert. A többi felkutatása jelenleg is zajlik. Ők a város különböző pontjain nyugszanak.